Drift versenyt is láthattak, akik kilátogattak Domboriba a 8. streetcar autós és motoros találkozóra. Az oldtimerektől kezdve a tuning autókon át házilag barkácsolt gépszörnyetegek is felsorakoztak a szépségversenyre. Mustang sok van, a legjobban Nissan, ugye? Heyman Csaba, a rendezvény főszervezője elmondta. Délelőtt erős emberek versenyével hangoltak, délután pedig az autóké volt a főszerep. Az egésznapos esemény zenei fellépők, este pedig diszkó színesítette. Ez már a 8. autós találkozónk, még mindig próbáljuk a jótékonyság felé húzni az egész rendezvényt, ezért próbálunk a tombolában minden hatni az emberekre. Nem gondoltam volna, hogy ennyi autó elérkezik idén, a nagy meleg miatt főként, hálóiknak a VR elkerült minket, de eddig a legnagyobb boldogságunk ez az autós találkozó. Na, hihetetlen örömöket, visszajelzéseket kapunk ma. Egyedi építésű Mustang, felturbózott Lada, Hammer terepjáró és még számos ritka kocsi csodájára járhattak a fesztivál résztvevői. Ezek közül voltak olyanok, akik csak hobbi, mások pedig profi szinten űzték a tuningolás mesterségét. Azért jöttünk erre a rendezvényre, mert azt látom, hogy itt a fiúk szívvel lélekkel csinálják ezt a rendezvényt. Azért nekünk egy ilyen kitelepülés ezzel a 20 autó nem kis költség, de én úgy gondolom, hogy ezek a srácok, amit itt összehoztak, gratulál nekik így tovább, és hozzájuk legközelebb is el fogunk jönni nagyon szívesen. A szervezők a szexeldi átmeneti gyermekotthon számára ajánlották fel a tombola teljes és a rendezvény bevételének 10%-át is, melyből tartós élelmiszereket fognak vásárolni.